Üdvözlök mindenkit ebben az új végjátszás sorozatban. Total War Attilával fogunk játszani, és annyit szeretnék így előjelben elmondani, hogy végén sem értek nagyon a játékhoz, olyan 10-20 órám lehet benne. Korábbi Total War játékokkal játszottam, mint a Róm, vagy Napóleon, vagy a Medieval 2 például. Úgyhogy nagyjából fogom a játékhoz, meg úgy nagyjából ehhez is, ehhez a részhez is, de nem biztos, hogy mindent tudni fogok elsőre, szóval hogyha valaki esetleg profi lenne benne, akkor ne húzzatok, vagy ne dobjatok mágiára, mert nem tudok még benne mindent. Lényeg a lényeg. A hunokkal fogunk játszani. Gondolom, hogy sokan ismeritek a játékot, lányit, ha nem is ez, de magát a sorozatot azért mindenképpen találkoztatok vele. Hiszen azért egy elég nagy címről van szó. És most az Attila sorozatnak az Attila title-ével fogunk tehát játszani. Ugye ez a nyugat-német szóval a nyugat és keleti római birodalom idején játszódik. Ugye már nincs egy birodalom szét van szakadva, különböző barbártörzsek jelen vannak, vándornépek, stb. Elég sok faction van, vagy frakció van. Vannak ezek a sivatagi királyságok, ezzel játszottam, ez a Garamantianszal, nem igazán vágom egyébként a történelmi hátterüket. Amit vannak az északi törzsek, ugye ez a svéd-norvég területek, meg Dánia. Géták, jüttök, dánok, konkrétan dánok, stb. Barbári királyságok, frankok, szászok, és akkor vannak hordák is, alánok, gótok, nyugati-keleti gótok, de mi a hunokkal fogunk játszani. Vannak hunok és fehér hunok, én még csak az alap hunokkal próbálkoztam, és úgy gondolom, hogy ezzel is fogok próbálkozni. Egyenlően normál fokozatom, hiszen, amíg mondom, annyira nem vagyok jó a játékban, csak nagyjából kapizsgálom. Úgyhogy indítsuk is el, és nézzük meg, hogy milyenek ezek a hunok. The air was filled with smoke and blood. The Huns gloried in the stench of death. They took what they needed and left their enemies to rot. The Huns were free. They rode and fought and lived. Fear built Roman walls. They were right to be afraid. And behold a red horse, and power was given to him that sat thereon to take peace from the earth. Those with gold offered it by the wagon. The Huns took it and allowed them to live in fear, at least until they returned. Riders of the Four Winds prayed to him of the eternal sky. They made ready for war. Hailing from the eastern steppe. Na hát, megvolt a fasz a kis bevezető intrónk. És kezdhetjük is a játékot tulajdonképpen. Hasonló a map elrendezése, tehát ha nézitek át a Fire Emblem sorozatomat, ugyanúgy egy hasonló felülnézetes stratégiai játékról van szó. Most ez az első küldetés, élt túl következő időpontig 400 tavasza, ugye most itt láthatjátok fel, hogy 395 van, és szerintem tavasz van, így van. Rendben, ezt elfogadjuk, ezzel most nem is foglalkozunk. Ugyanúgy felülnézetes stratégiai játékról van szó, ugyanúgy területeket lehet elfoglalni, ugyanúgy városokat. Itt nagy a különbség, hogy tartományok vannak. Egy tartományon belül van három város. Tehát, ha például rákattintok erre a városra, akkor mutatja azt a hármat vele együtt. Őt is beleértve, amire rákattintottam, hogy mi tartozik a régióba, vagyis a tartományba.
Tehát ez, ez és ez. Ha mind a három megvan, akkor irányított teljesen egy adott tartományodat, tehát így ezt az egészet. Illetve lehet a tartományok élére kormányzókat kinevezni, különböző rendeleteket hozni, adott tartományokba az adózásokat, tehát nem kompletten van az egész, hanem tartományokra vannak bontva a dolgok. És így lehet terjeszkedni. Most ugye jól látjuk, ez itt, aki egy kicsit is jól felrajzol, az láthatja, hogy itt vagyunk Krím fölött. Tehát itt van a mai Románia, itt vannak a Kárpátok, itt van Erdély, és a többi. Alföld, és valahol a mai Magyarország területe itt terül el. Mit vagyunk a hunokkal, ettől keletre. Van három hordánk, legalábbis érték hordának hívja őket, úgyhogy az egyszerűség kedvéért én is hordának fogom hívni őket. Hát ezek a palik, egy, kettő és három pali. Ez a három pali a miénk, és ő a vezetőnk, királyunk. A hunoknál annyi a különbség, hogy nem tudom igazából biztosan azt mondani, hogy egyszerűbbek-e vagy sem. De talán kicsit egyszerűbbek, mint a többi nép, abban a szempontból, hogy a hunoknak nem kell ugye letelepedni, mivel vándor népről beszélünk. Ezért nyilván vándorolni fogunk, és nincs olyan, hogy mi településeket elfoglalunk. Tehát nem, a hunok nem fognak letelepedni. A hunok úgy tudnak letelepedni, hogy kiválasztom, hogy letáborozás, letáborozzak ilyen kis jurtákban, és akkor nem tudnak mozogni. Ott töltődnek, visszatöltik életerőket, pénzzel, kereskednek, stb. Stb. De úgy, mint város, tehát mondjuk ezt nem tudnám elfoglalni, ezt a várost, mert nem lehet. Tehát a hunokkal nem lehet elfoglalni. Úgyhogy mivel nincs ilyen konkrét célunk a hunokkal, azon kívül, hogy rablunk, fosztogatunk és gyilkolászunk, azt a célt tűztem ki magamnak, hogy itt ezt a környéket kiraboljuk, és ezen az útvonalon haladva a Kárpátokon át minden útba kerülő népet kirabolunk és magunk alá rendelünk, hogy adót fizessenek. Majd eljutunk a minimapot, hogyha nézitek, mivel hogy ez itt még rejtett terület számukra. De ha itt jobb alul nézitek a minimapot, akkor most itt van valahol Róma, szerintem ez már Róma. És ez ugye a Nyugat-Római Birodalom területe. Úgyhogy azt a célt tűztem ki magamnak, hogy ebben a sorozatban végigfosztogatunk mindenkit útközben, és eljutunk Rómába, és Rómát is kifosztjuk. Elég hosszú lesz, és elég bonyolult néha a játék, de próbálok közben mindent magyarázni, aztán hát ha kedvet kaptok ti is ahhoz, hogy megvegyétek, egyébként egy egész olcsó címről van szó. Nekem nagyon tetszik, én a korábbiakat is szerettem, és nemrég ruháztam be rá én is. Úgyhogy. Első célunk az lesz, hogy ezt a népet, ezeket a... nem tudom, hogy hívják őket, szklavéneket, kiírtjuk. Ugye láthatjátok a minimapon jobb alul, hogy van nekik ez a város, meg ez a város. Úgyhogy ezt a kettőt ki fogjuk írtani, mivel ez a palival itt is van, itt nem is nagyon mozgatjuk, hanem ezzel a kettővel elindulunk oda. Jó. Ezek elindultak arra felé, és azt hiszem két vagy három körbúlva oda is fogunk tudni érni. Ő pedig marad itt, mert ő ezt az egy város fogja egyet elfoglalni, hiszen ebben nincsen csak helyőrség. Tehát nincsen benne ilyen sereg. Ez a kis karika, meg a kis arany, nem tudom minek hívják ezt. Kis szár, ez mutatja, hogy van itt sereg vagy sem. Ez egy helyőrséggel ellátott város, tehát van bent 3-4 egység. Nekem van 10, azokat le tudjuk győzni. Benne nincs bent más sereg. Oké, lehet researcholni is a játékban. Úgyhogy researcholni is fogunk, van katona és van civil oldal. Ja, és egyébként félig magyar, félig angol a játék, ez annak köszönhető, hogy a magyarosítás nem teljes még. De gondoltam be, aktiválom egyrészt, aki nem tud angolul, legalább azt értse, ami le van fordítva, még nincs lefordítva, azt majd próbálom én magyarázni. Szóval, ezzel feloldjuk a harcosok táborát, ezzel pedig birkány, egy tök mindegy, hogy melyik oda indulunk el, kezdjük a katonait. Jó, ezen kívül itt a... na pofáz. Itt a családfánk. Kell-e valakinek feleséget keresni? Állam férfi, de neked miért nem tudok feleséget keresni? De itt van, feleséget keres. Jó. Akkor most már ez feleséget keres, illetve neked is az kéne, hogy feleséget keres. Ez pedig egy nő, ugye? Na majd téged eladunk valami Chávesznek. Tehát látjátok, hogy van igazából családfánk, van összefoglaló, van minden lófasz. Már bocsánat, de tényleg, hogy annyi bonyolult dolog van benne, és igazából én is csak próbálom lényegeséget megmutatni. Családfa fontos, mert ugye az öröklődés, a folytonosság, az utód meglegyen, illetve arra jó a családfa, hogy más népek kell, a fiaidat, lányaidat össze kell adni, és ezáltal jó viszonyba kerülhetsz velük.
De természetesen vannak befolyásoló tényezők, mint például van, hogy egy feleség negatív hatással van a férjre, azt nem kell elfogadni, stb. 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 Kereskedelem, pénzügy, diplomácia. Hát ez a diplomáciai térkép, ami piros, az nem szeret minket, a többi az meg így van. Tehát... Illetve vannak ilyen... Tributaries, ezt nem tudom, hogy minek mondjam. Ez ilyen behódolt nemzetnek tekinthető. Ha egy nemzetet legyőzöl, itt mutatja bal oldalon. Tehát ez a négy az ellenségünk, ezek akik így úgymond behódoltak velünk. Katonai szövetségesünk nincs, és... defenzív, védekező, vagy védszövetség, vagy hátszövetség, vagy nem tudom, hogy hívják ezt. Olyan sincs. Illetve nincsenek kereskedelmi partnereim, ez mondjuk gáz. Na mindegy. Ez a két nemzet, a Gepidák és a Grauthungian, nem tudom a magyar megfelelőjüket sajnos, ennek sok régi név volt, és nem tudom a nevüket. Szóval ők, és ők fizettek nekünk azért, hogy ne dögöljenek meg. Tulajdonképpen ez a lényeg. Tehát ha egyszer legyőzöd őket, utána fizetni fognak neked, hogy ne bántsd őket. Ezt persze egy ideig csinálják, utána nem fogják. Na de váltsunk kölcs. Oké, okay, megtörtént a körváltás, és... megkéri a kezét. Na tehát. Van ez a nőci. Az egy tekintét, viszont elvesz egyet a ravasságból. Személyes befolyás plusz egy körönként. Hát... Legyen! Na, ez pedig a másiknak. Személyes befolyás ugyanúgy a ravasságból veszel. Legyen! Fogadjuk el, igazából... Nem láttam még olyan óriási pozitívumát, vagy negatívumát ezeknek a dolgoknak, úgyhogy... Menjünk. Ti mentek arra. Valószínűleg ezzel belépünk egy olyan népterületére, akik nem fogják ezt szeretni. Így van, birtok háborítás. Ez a frakció nem szeret emiatt minket. Jó. Kéne felvenni egységeket egyébként, de mindegy. Ezt hozzuk egy kicsit előrébb. És egyébként... Ha titeket egy kicsit nagyon mozgásra bírunk, akkor téged idehozlak. És te itt véded őt, tulajdonképp. Ti pedig akkor meg is támadhatjátok ezt a népet. És ugyanaz, tehát ez a két területek van, ezt jól látjátok. És meg is támadjuk őket. És... egyenlőre fenntartjuk az ostromot. Mert abba bízunk, hogy a főseregét innen el fogja hozni ide, és csak ideig fog tudni eljutni vele, hiszen nem tud át... haladni az egész pályán. Ha kihozza innen a főseregét, akkor addig ezekkel megtámadom, és közben ezt is le fogom tudni játszani, ő pedig itt marad a seregével a két város között. Úgyhogy pörgessünk még egy kört, és nem tudom, hogy milyen idő jön. Tavasszal kezdtünk, akkor most jön az ősz. Mert ugye az előbb volt nyár, csak azt túlpörgettem direkt, hogy nem kellett végignéznetek. Úgyhogy most jön az ősz, azt jelenti, hogy következő évben támadunk, az pont nem jó, mert tél lesz. Tehát ebben a körben, ami most jön, támadnunk kell, különben azután tél lesz, és a tél során elég nagy mennyiségben tud, hát hogy mondjam, kopni a sereged. Aha, ki is vitte a seregét, nincs itt. Jó, akkor támadunk. Fentartjuk egyenlő az ostromot. Te ide jössz. Ezzel később foglalkozunk. Most ezt az ostromot befejezzük. Szerintem le is játszhatjuk a térképen, úgyhogy nyomjuk. Rendben, itt is vagyunk. Száraz időszak van, ez nekünk tökéletes lesz. Annyit fogunk csinálni, hogy a... három lovas egységünket ide tesszük, őket biztos, hogy széjjel fogjuk pakolászni. Jó. A chieftainünket eltesszük ide. Ez... ezt vegyük ki innen. Ti hárman. Ide kerültek, nem tudom, az ott rejte rajtatok valamit, semmit.
Ez mi? Gerilla eszközök bevetése. Jó, az mindegy. És ti meg ti meg ti. Nem tudom, miért én hülyén rakja. What? Ja, oké, okay, berakta ide. Oké, okay, hát fasza. Jó, legyen így szerintem, és akkor... Így elvileg mindenki rejtve van. Jó, rendben. Azt mondja, hogy jó, ne pofálsz bele. Azt mondja, hogy... Lángoló lövedékkel megpróbáljuk kilőni ezt a tornyot. Mekkora annak a szutyoknak a range-e, itt már lő, akkor titeket csak idáig hozunk el. Valószínűleg ezzel szép sebzést fogunk kapni, de hát mindegy. Mekkora sebzést tudunk rá, hát rongálódik szép lassan. Valószínűleg el fogunk veszteni olyan 30-40 embert abból, hogy ezt a szart lelőjük, de igazából elég nagy előnyhöz juttat minket. Plusz utána újra termeljük őket, úgyhogy teljesen mindegy. Kérdés, hogy nyilvesszőben mennyire fogunk kifogyni. És neki egyébként két láncsás egysége van, ha jól láttam. Igen, plusz ők is kapják a lövedékeket. Az IS-ait valamiért nem hozza ki, mert hülye. Azt ott hagyta, plusz egy láncsását még nem látjuk, mert összesen 3 egység védi ezt a falucskát. Mindenképpen érdekes. Na. 51%, jó, kezdünk adni, és még alig vesztettünk egy pár embert. Szám szerint összesen vesztettünk mennyit? 5, 7, 8. 8 embert a lovasi jászaimból, hát ez nem igazán tragédia. Egyébként a lovasi jászok kb. A legjobbak a unoknál, jó, hát nyilván a lovas nemzetnél ez... Egyébként a Medieval 2-ben is a magyaroknál nagyon jók voltak a lovasi jászok. Én nagyon szerettem legalábbis őket, úgyhogy ez itt sincs egyébként másképp. Hiszen... Nagyon OP-k tudnak lenni, főleg a több van belőle, tehát nem csak 3 egység, hanem mondjuk van belőle 9. Volt már rá példa, hogy nálam 3-szor akkor a sereget visszavertem, csak azért, mert a seregem 80%-a lovas IS volt. És ugye ki voltak oldva a bónuszok, rengeteg plusz nyilvesszőm volt, messzire lőttek, nagyobbat sebeztek, és egyszerűen szétvertük a sereget, mert amint közeledtek hozzám, elkezdtek nyilazni, vágtatás közben is nyilaztak, és egyszerűen kinyírták őket. Na. 93, még egy lövés és vége. Hát mondjuk így már több embert vesztettünk, az egyikből 15-öt. Ja. Szerintem ezzel szét is lőtték, szét hát. Menjünk egy kicsit vissza, és amíg lebomlik az a fisifos, addig... addig ne gyilkolásszanak minket le. Akár pörgethetünk is egy picit az idő, hogy gyorsabban lebomoljon, lebomlott, jó. Titeket áthozunk ide, titeket áthozunk ide, ti lövétek azokat a lángyásokat. Alig van már HP-ig, ahogy elnézem. HP-juk, alig van már egység, 75 per 120. Érdekes, hogy tényleg nem csinál semmit az IS-aival. Ötvennyolc ember, hát ez...
Egyre izgalmasabb lesz. Jó, hát ez már menekül is. Jó, ezekbe belerohanunk, azokat megcsípjük. Ti fussatokat. Ja, oké. Ti menjetek körbe. Ti menjetek arra rá. Ezeket itt be is hozzuk. Titeket is megfogunk. Elő az a hülye torony, azzal nem foglalkozunk. Jó. És most felhozzuk ide a seregünket, amit csak tudunk. Azt mondja, hogy kettesből. Jó, az ijászokat, ha beálltak, az tökéletes. Nem kell, most már mehettek zárt alakzatba is igazából. Jó. Valahol itt lesz egyébként az enemy, ott van hát. Jó, mi lőjük íjakkal szépen. Amíg tudjuk természetesen. Nem igazán vesztenek embereket, ebből az abból adódik, hogy valószínűleg messze vannak, illetve elég észét vannak szóródva, és mozognak is közben. Na mi lesz? Gyerünk. Még akármennyire is vagytok lándzsások és az lovasok ellen akármilyen is jó, hát ezek esélytelen, hogy valamit is tegyenek ez ellen. Így van, egyedüli egységként szarra szét vannak kaszabolva. Jó, hát nyertünk. Rendben. Csata vége. És láthatjátok, hogy 35 embert vesztettünk, ők pedig 302-t. Ez nekünk egy tökéletesen jó arány. És igazából nem ki is foszhatjuk. Jó. Ezt elfogadjuk. Kizsákmányoljuk. Ezt követően visszamegyünk és... felperzseljük. Ez azért jó, hogy felperzseljük, hiszen tulajdonképpen így ez a terület most már senkié, és pénzbe és katonákba kerülne, hogy ezt újra betermelje. Ilyentől kezdve elveszette ezt a tartományát, és mivel csak ez az egy maradt, vagy nem tartományát, ezt a városát a tartományból, ilyentől kezdve csak ez az egy maradt neki,
Ezt az egyet pedig be fogjuk csicskítani, tehát ha már csak egyetlen egy városa maradt, azt ha elfoglalod, akkor válaszhatsz, hogy ilyen alávaló, vagy alattvalónak, nem alávaló, az más. Alattvaló, nem is alattvaló, nem tudom mi a jó szó rá, van ennek egy megfelelő egyébként, magyarban is, csak nem kitalálom ezt a szót, az egyik, hogy ő nekünk fog dolgozni és fizetni fog. Behódol tulajdonképp, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak másképpen. Úgyhogy ennek a vezérnek tudjuk fejleszteni a kis tudását. Plusz egy pluszgalom és több lövedéket fogunk kapni, hogyha ezt fejlesztjük, úgyhogy ez nagyon jó. Ez a nép itt egyébként, ez a vajon senkit, ez a Budinians, ők is ilyen vándor népek, és egyébként elvileg szeretnek is minket. Nem researchunk semmit, úgyhogy megyünk a civil részre, hogy mindkettőből fejleszünk valamit, és itt még ezt gyorsan meg fogjuk támadni. Melyikkel ostromlom? Ezzel, igaz? Ezzel? Rendben. Ezt akár le is nyomhatnám automatám. De nem fogjuk, hanem felbérelünk egy katapultot, egy zsoldost, és így meg fogjuk támadni. Ja, így egyébként már, hát nem tudom, ezt lenyomjuk automatán? Nem, lenyomjuk a harcmező, hogy lássatok azért a harcot, az végül sose rossz. És itt is volnánk, kezdjük is el a csatát. Be visible on the battlefield. It takes time and money to repair it. Something the besieged. Így van, köszönjük szépen, kedves tanácsadó, nagyon szükségünk volt erre. Belőle csinálunk egy kettesből, jöttek egy hármast. És egyenlős semmi más egyébet nem fogunk csinálni. Mint hogy ezt itt most le fogjuk ütni. És mindjárt megjön az erősítésünk, is igaz? Tökéletes. Na katapultok! Tegyétek a dolgotokat. Süssük szét ezt a kaput. Igazából szerintem automatán lehet kevesebb veszteségem lett volna, mint így. Hiszen nem vagyok olyan igazán jó ezekben az ostromokban. De megpróbálom kihozni, amit lehet. Azt kihozni, amit lehet. Úgyhogy ezt igazából majd megoldjuk. Ezeket nem tudom, ezeket a capture pointokat, hogy ezek mire vélhetőek. Hogy ezt, ami most elfogalmaz nekem miért jó, azt nem igazán vagyok vele tisztában. De mindegy. Na most, hogyha lerombolom ezt a kaput, az öltönyök ugyanúgy fognak vajon támadni, vagy nem? Ez mondjuk jó kérdés, mert ez... Ja, ezek ugyanúgy. Hát akkor ütjük a tornyokat. Közben megjött az erősítésünk, akiket ide is kéne, hogy hozzunk. Hát ebben semmit nem talált el, semmi gáz. Éreztek az újdonsült egyesek. Jó. Mindegy. Na, talán most az egyszer eltaláljátok, vagy ki fognak fogni. Jó, hát ezt nem fogják eltalálni. Jó, akkor hol állnak a csapatok? Kiküldjük az IS-einkat. Na, most eltalálták a tornyot. Az, hogy ezek a rohadt tornyok egyből lőnek. Ezt fogják a rohadt veszteséget okozni számunkra. Plusz nem csak azok, hanem a többi mindenki is lő. Jó, akkor... Én azt mondom, hogy menjünk ide be. Elég szép veszteséget okoznak egyébként.
Kihúzzuk meg, visszaküldjük őket. Tornyok lebomlottak. Ezeket kihozzuk innen. És most szétnyírozzuk az enemit. Na, ti visszajöttetek? Hát akkor... Most akkor menjetek már innen még egyszer, jó? És megint menekülnek, hát ez nagyon jó. Jó. Semmi gáz. De ez a két egység, ez miért megy el mindig a halálfaszára amúgy? Na, hát ezek meg kijöttek. Ah, az a három lovas egység egyáltalán nem is jött ide. Rendben. Hát ez szép. Jó, begyorsítottuk az időt, ezek fussanak be. Megnézzük, hogy hol van elrejtve az enemy egység, nem arra megyünk. Nem arra megyünk, srácok, nem arra megyünk. Nem, ide. Futva. Futi. Most elfoglaltuk, az így jó nekünk, vagy nem tudom. Jó. Ott vannak a baltások, jó. Az lebomlott. Hát akkor gyertek oda, baszkát, ezt nem hiszem el. Tehát az IA-szok egyszerűen ugyanazt csinálják. Nem tudom, miért akarnak öngyilkosok lenni. Na, nyilazzátok le őket, legyetek oly kedvesek. Tüzes lövedékkel mondjuk. Ijászok, gyertek vissza. Jó, az a 1-2-3 ijász, aki valamiért nincs benne a izőben, az is jöjjön ide. 89 ember. Pörgetjük amúgy gyorsabban az időt, hogy tudjunk haladni. Ti is tűzes lövedékkel lőjétek majd azt a gyökeret. Azt a gyökér csapatot. És lőjük. Ha az az egység meg fog futamodni, akkor tulajdonképpen megnyertük az egészet, hiszen nem védi több. Tudomásom szerint. Nem csinálnak semmit, egy helyben állnak, végülis miért is támadnának előre, mondjuk ha előre támadnak, akkor rájuk megyek. Menjetek rájuk. Na. Úgy, menj körbe, az biztos jó lesz. Jó, nyertünk. Hát szerintem valószínűleg jobban nyertünk volna ki az automata támadásból, de igen. 220 veszteség. Mindegy, ez az én gyökérségem része, hogy nem vágom még teljesen a játékot, de semmi baj. Végülis egy ilyen csata is arra jó, hogy meg tud tanítani. És akkor.
Leigázás, tehát leigázzuk a népeket, ez volt az a szó. Tehát most már ez is, ilyen kis kék karika, ő is most már le van igázva, hozzánk tartozik, úgymond. Le tudok-e táborozni bárkivel. Azt mondja, hogy mivel most jön a tél, mindenképpen le fogunk táborozni. Ezzel a csapattal le fogok tudni táborozni. És itt le is táborozunk, és nézzétek, így néz ki, amikor le vagyunk táborozva. Ennek a seregnek nyújt a tapasztalat, nőtt a tapasztalati pontja, ugyanazt fogjuk megtenni, mint itt. És kört váltunk. És mindenki vele fogunk táborozni, a télet kört váltunk. Mit akarnak? Csatlakozunk egy háborút Roxxorának ellen. Nem. Sarcfizető állam. Na, megvan. Ez az igazi kifejezés. Nem csatlakozunk, vagyis csatlakozunk, hogy adtok érte pénzt. Azt mondja, hogy adjatok érte 1200-at és megyünk. 300. Adj 600-at. Elutasítottak. Jó, hát semmi gond. Annyira nem fog beszállni Roxxorának ellen egyébként a háborúba, hiszen ők is egy vándornépek és bármikor rajta üthetnek. Úgyhogy mivel amíg itt táborozok melletted, úgyse fogsz tudni mit csinálni. Ha fel is lázadsz ellenem, akkor is szétverem a seregedet. Egyébként a serege ott volt fölötte, nem tudom látjátok-e, de na mindegy. Most pont elvitték. Bastarian szerint szálljunk be a szövetség. Jó, őket úgyis le fogjuk igázni előbb-utóbb, úgyhogy beszállunk a háborúba ellenük. A szövetségesünk kért meg rá. Természetesen beszállunk. Rendben. Tél van, szóval nektek le kell táboroznotok egészen biztosan. Ezt a seregemet pedig egy kicsit közelebb kéne hozni. Legalább egy ennyivel. Amúgy nem tudom, hogy ezzel a vándorlásra is... Aha, már ezzel is veszteséget szenvedtem. És most itt letáborozunk. Jó. És majd oda fogunk ezzel menni tavasszal, és itt letáborozunk, és itt egy pár évet eltöltünk, ország azt majd kamerán kívül. Úgyhogy ez az első rész ennyi lett volna. Ezt az államot tulajdonképpen sikeresen leigáztuk, most már a miénk. Fizeti nekünk sarcot fizet, mint ahogy ez is, és a gepidák is szerintem továbbra is, nem a gepidák már nem. A gepidák ellenségek lettek, fellázadtak ellenünk. Úgyhogy jövünk erre majd tovább. Nem tudom, hogy ezeket beütjük-e, ők kik? Ők az antok. Az antokat lehet, hogy beütjük, de nem vagyok benne biztos, viszont ezek a Bastarians-ok, ezek itt vannak a Kárpátok mellett. És ha ide jönnénk, őket le tudnánk igázni, mert egy településük van csak. Átjöhetnénk ide, a gepidákat szétverhetnénk, és mehetnénk be a mai Magyarország területére, azt hiszem ez itt már a Duna. Tehát valahogy a Duna-Tisza közére egyenlően le tudnánk táborozni, és innen mehetnénk ezen a Bécs irányvonalon át valahol itt. Valahol lett nem itt, hanem valahol, valahol erre, be Róma irányába. Na jó, ez az epizód viszont ennyi volt. Remélem tetszett nektek, ha igen, légy szíves értékeljétek egy lájkkal. Írjatok véleményt a játékról, hogy tetszik nektek. Milyen néppel ezt csináljuk majd esetleg későbbiekben végjátszást. Vagy ha van tippetek, hogy hogyan én mit csináljak, mert még viszonylag új vagyok, azt is szívesen fogadom. És nagyjából ennyi lett volna, köszönöm szépen, hogy megnéztétek, legyetek jók, sziasztok!